2002-ben egy cseh cég remek művet adott ki a kezei közül. Hamarosan érkezik annak folytatása, de addig is tekintsünk be a demóba. Vitóval, az ifjú mafiózóval. Feladatunk ezen az egy pályán, hogy két társunkkal, Joe-val és Henry-vel felkutassuk, valamint öljük meg a kövér embert, aki természetesen nem egy őrrel vette körbe magát. Nincs más hátra, lőjük keresztül magunkat rajtuk. Ehhez három fegyvert kapunk segítségül, egy Colt 1911-et, egy sörétest és a személyes kedvencemet, a Thompson géppisztolyt. Persze nem ronthatunk nekik azonnal, ugyanis egy-két komolyabb találat és már is a padlón fekszünk, egy nagy You've Been Killed felirattal a képernyő közepén. Hogy elkerüljük ezt a nem kívánt feliratot, ebben van segítségünkre a tökéletesen kidolgozott fedezékrendszer. Oszlop, autó, láda, szinte bármi mögé el tudunk bújni, ha megnyomjuk a kontroll billentyűt. De ha már itt tartunk, beszéljünk kicsit bővebben az irányításról. Nos, a játék ezen pontja nem változott sokat. Az ABSD billentyűkkel mozoghatunk, az eger mozgatásával nézhetünk körbe az elképesztő részletességgel kidolgozott pályán, bal klikkel tüzelünk, az E-gombot használjuk szinte minden másra, úgy mint új fegyver felvétele, vagy ajtó kinyitása becsukása. A játék folyamán Vito, valamint az autók irányítása is nagyon kézreálló, nagyon gyorsan megtanulható. Aztán egy kicsit a grafikáról. Egyszerűen csodálatos. Mint azt már említettem, a pályák hihetetlen részletességgel ki vannak dolgozva, csak úgy, mint a házak és az autók. Remekül áthető az 50-es évek hangulata. Az az egy dolog zavart, hogy az átvezetők kisebb képernyőben láthatók, de kárpótol azok grafikájának kidolgozottsága. Valamint a tűz grafikája különlegesen szép. A zenék változatosak, és mi sem tükrözi jobban tökéletességüket, mint hogy egy válogatás CD is készül belőlük a gyűjtői kiadáshoz. A hangok is a toppon vannak, különösen szeretem Henry, Vito egyik kollégájának szinkron hangját. A fegyverhangokra sem lehet panasz, viszont volt valami, ami kifejezetten zavart. Amikor elkapjuk a kövér embert, és az a nyávogó hangon rimánkodik, na, az több mint idegesítő volt. Viszont volt néhány dolog, ami kifejezetten tetszett. Az egyik a töltőképernyő, ami Tommy Angelo-tól tartalmaz egy idézetet. A másik pedig, hogy találtam a pályákon elrejtve néhány Playboy újságot. Ezek tipikusan azok az egyszerű, de zseniális dolgok, amik nagyon fel tudják dobni a játékost, valamint az egész játék élményt. Az igazi maffia feeling. Na igen, a játék élmény sem gyenge ütőkártya a készítők kezében. Az alatt a sajnos nagyon gyorsan elrepenő néhány perc alatt, amíg végigvittem a demót, elkezdett motoszkálni bennem egy gondolat. Hogy lehet, hogy ez a rövid rész is annyira le tudja láncolni a játékost, hogy az szinte képtelen felkelni a gép elől, amíg még kétszer vagy háromszor újra végig nem tolja. Ja, és ne feledkezzünk meg a csattanóról sem, amit direkt nem mutattam, nehogy lelőjem a poént. Inkább vigyétek végig ti magatok is a demót. A blogon találtok hozzá letöltési linket. Végszóként, egy kicsit féltem, hogy milyen lesz ez a játék. A Mafia 2. Hogy tudják-e hozni a készítők az első rész magas színvonalát. De a demo alapján csak jóra számítok. Köszönöm, hogy végignézted ezt a nagyon-nagyon-nagyon rövid videót. Nem akartam túl hosszúra hagyni. Egyrészt
jobban szeretném, hogy mindenki saját maga fedezze fel a játékot. Másrészt meg, ugye ez csak egy demo verzió, és nem lehet túl sokat bemutatni róla. Köszönöm a figyelmet, DJ voltam,